Sárba ragadt autó. Esős időszakban mindennapos látvány ez a Szabadkát Radonováccal összekötő Muskátli utcában. Ezt az útszakaszt 2 évvel ezelőtt szórták le apró kavicsal, mára már ebből szinte semmi sem látszik. Sár és hatalmas pocsolyák borítják az utat. Szalai János szerint azért vált járhatatlanná ez a mezei út, mert a kivitelezést nem megfelelően végezték el. 15 centi kellett volna, legyen, 10, ha még van, nagyon jó. Tehát pálma utca, stb. Most, hogy beletegyem az egészet, mind nincs minőségileg megcsinálva, és nincs betartva a vastagság. Tehát ez miatt, és én akkor is már megmondtam, hogy ez út össze fog törni, lukak fognak lenni. A környék tanyáin lakók arra panaszkodnak, hogy a rossz útviszonyok miatt már sem a mentő, sem a tejfelvásárlók nem hajlandóak kimenni hozzájuk. Jönnek az emberek, akik nem tudják, beleszaladnak a sárba, a traktorra húzgáljuk ki őket. Ez a mai világban szerintem nem jó. Nem bír a mentő bejönni, nem bír az állatorvos bejönni. Muszáj gyalog, hogy jöjjön. Karba kéne tartani, én azt kérném. Na, én nekem a mlekara azt mondta, ha nem biztosítok utat, ők nem fognak kijárni a tej. Na mostan nézzük meg, hány fiatal termelő van, én vagyok a legöregebb termelő itt. És nekünk kell most is ebben háborúzni, csinálni, mert nincs, aki átvegye. A lakosok elmondása szerint többször felkeresték már az illetékeseket, és az út megjavítására, valamint a rendszeres karbantartására kérték őket. Dobili smo predlogu od opštine za 2015, 16 i 17 godinu, što je podrazumevalo njihov, po njihovom predlogu, asfaltiranje nekih ulica, popravljanje ovih atarskih puteva. I mi smo to svi jednoglasno u mesnoj zajednici prihvatili i dostavili u januaru 2015. 20. januara opštini. Međutim, evo, godina je prošla, niko ništa nije uradio. A szabadkai önkormányzat mezőutakkal megbízott illetékesét is szerettük volna megkérdezni arról, hogy mikor számíthatnak a város peremén élők a mezőutak rendezésére, de híradónkig nem tudtuk elérni.